estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! Első olimpiájára készül Kozák Luca. Az országos bajnok gátfutó az év első szabadtéri versenyén teljesítette a tokiói szintidőt, így nyugodtan készülhet az ötkarikás játékokra. Vendégem az olimpikon atléta és edzője Suba László. Sziasztok! Szia! Hát először is egy hatalmas nagy gratuláció mindkettőtöknek emiatt a szenzációs eredmény miatt. Leesett már Luca, hogy hamarosan Tokió, tehát olimpikon lettél? Nyilván így azért, mert tavaly is így számítottunk rá, hogy be fogok férni a 40 fős keretbe, de így a legnyugodtabb szerintem, hogy megvan a szint, tényleg úgy tudjuk a versenynaptárat összerakni, hogy nekem a legjobb legyen, nem kell azon izgulni, hogy még egy verseny, hogy kik jöttek belém a ranglistán, úgyhogy most már teljesen Tokióra tudunk koncentrálni. És akkor mester szemmel az első debreceni olyan atléta, aki a kezed közül kikerül és elmegy a egészen messzi Tokióig, ugye ötkarikás játékokra. Neked, Laci, ez mekkora eredmény, mekkora öröm volt, amikor ugye az olaszországi verseny után kiderült, hogy biztos, hogy ott lesztek? Hát ez egy óriási nagy felszabadult érzés volt, mert azért két év veszőfutás után érkeztünk odáig, hogy végre pontot tudtunk tenni erre a kvalifikációs szintre. Nagyon-nagyon örültem, tehát a öröm az váratlanul ért, igaz, bennünket, de nagyon örültünk. Váratlanul ért, hát ugye beszéltük, amikor pont az olasz verseny előtt jártunk nálatok, hogy mondtad, hogy ugye nem volt olyan jó a fedett, viszont úgy érzitek, hogy akkor most ez így szépen összeállt, és ugye az volt a terv, hogy minél korábban meglegyen a szintidő, és mondtad, hogy Olaszországban szeretsz is ráadásul versenyezni. Milyen volt az a verseny, picit elevenítsük már fel azokat a szép emlékeket. Igazából egy nagyon versenyzőbarát verseny volt. Én azt vettem ezt, hogy a kis versenyek nagyon próbálják tényleg a versenyzők érdekeit nézni. Itt is az volt, hogy egy nagyon kicsi verseny volt, kicsi pályapár, külföldi versenyzővel csak, viszont tényleg nagyon jó szervezés volt, egy nagyon jó gyors pályán volt, valamint mondták azt, hogy garantálják, hogy hátszereztet, úgy kell elképzelni, hogy ha szembeszél van a célegyenesbe, akkor átteszik a hosszú egyenesbe a gátat, és így nyilván ez nekünk sokkal jobb könnyebbség, hogy hátszerre tudunk futni. Valamint a mezőny is jó volt, hiszen két olasz lány is futott 13 belül, úgyhogy ezért egy jó csata volt, jó meccselés volt, és én szeretem az éneket, amikor tényleg így nem egyedül futok, hanem van valakivel versenyezni. Ráadásul ugye pont az a barátnőd is kijutott, aki igen, ugye hívott téged. Igen, neki már 2019-ben megvolt a szintje, de pont azt beszéltük a verseny után, hogy neki is, mert nekem is az első verseny az kicsit ilyen visszaszokása a szezonban, és így jó volt, hogy volt egy kis tétje az első versenynek, és nem csak futottunk egyet, hanem tényleg egy jót versenyeztünk. Ugye tavaly kétszer is megfutotta Luca ezt a 12-84 alatti időt, ráadásul egy országos bajnoki rekord is megdőlt. Tudtuk, hogy ahogy benne van, viszont nyilván át kellett hozni ezt az idei évre, amikor már ismét hivatalos versenyek voltak. Neked ez mekkora fejtörést okozott, mekkora kihívást, hogy ugye azt a formát átmentsétek a 2021-es évre? Hát a legnagyobb nehézség az volt, ugye, hogy 2019 őszén voltunk utoljára edzőtáborban, és azért ide az állandóan készülni, és tudjuk azt azért, hogy a téli felkészülés Debrecenben nagyon mostva a körülmények között zajlik, ezt így megvalósítani, elképzelni, összerakni, nagyon-nagyon nagy fejtörést okozott mindegyikünknek. A másik két kollégának is, tehát a fiamnak és a menyemnek is sok problémát okozott az, hogy hogyan, mikor, mire tegyünk pontot a végére. Ezért nem is értünk oda teljes mértékben a felett pályára. Nem tudtuk megcsinálni azokat a futásokat, amit a 60-80 méter odalent nem adta meg a lehetőséget arra, hogy felkészüljünk úgy. Tudtuk, hogy benne van, tudtuk, hogy erősebb, tudtuk, hogy gyorsabb, de ezt mindet így összefogni, mi magunkat is megleptük. Összességében most így, hogy ez lekerült ez a teher a vállatokról, most akkor így mennyivel lesz másabb? Ugye láttuk, hogy voltál már most ugye Angliában is versenyezni egyet, sokkal nyugodtabb a felkészülés, akár egy sokkal jobb eredmény és egy jobb forma jöhet majd ki ezek által? Szerintem egy versenynaptárban annyira nem lesz nagyobb változás, nem szeretném nagyon felborítani. Most még így lesz három verseny június elején viszonylag sűrűn, utána újra elkezdünk egy kicsit edzeni, országos bajnokság lesz, Gyulai Memoriál, utána még szeretnénk egy verseny az olimpia előtt, úgyhogy szerintem a menetrend annyira nem változott, nyilván Laci bá is mondta nekem, hogy most olyan dolgokat is megmerünk majd csinálni edzésre, még egy kicsit a sprint munkára ráfeküdni, amit mondjuk ameddig nem volt meg a szint, nem mert volna, hogy tényleg jó felmegyek a versenyekre, úgyhogy inkább csak az edzés lesz egy kicsit keményebb talán, vagy több, de nyilván az egyszerű, hogy az olimpián legyek csúcsformában, és ne legyen az, hogy előtte, idő előtt felkönnyülök.
Akkor ezek szerint most keményebb időszak vár Lucára. Itt láttam Sondár oda nézett, hogy léci. Mi várható itt a következő mondjuk másfél hónapban? Hát, hogyha a időeredmények után kellett volna mennünk, akkor egyértelmű, hogy nem tettünk volna olyan terhelést a nyakába, de most, hogy ez nincs meg, így mi szeretnénk azokat a dolgokat még előtérbe keríteni, ami augusztusra feltétlen szükséges lesz. Mi az, amivel mindenképpen fejlődni kell még? Hát nyilván ugye azért egy sportolónál a tökéletesség az sosem létezik, mindig van valahová. Hát a gyorsaság az a legnehezebb megtartani és előhozni, mert hiába van meg az erő, a technika, minden, de hát a gyorsaság ugye az egy nagyon-nagyon kardinális kérdés. Ennek az időzítése, ez mindig nehéz és fájdalmas feladat. Hát most ez fog következni. Luca, látom az arcodon a lelkesedést. Mit tudunk a mezőnyről eddig? Hogyan látjátok, hogy alakul itt akár Európában? Kik lehetnek akár a potenciális ellenfelek? Most a ti kis gátas társadalmatok hogyan áll itt? Most szerintem, hogy a női gát az így kifejezetten erős mezőny van, és igen, egyben a célszám az olimpiára. Azt mondom, hogy már 25-27-en megfutottuk azt szerintem, szerintem nagyon sok, hiszen 4 évet Rióra 13-0 volt a szint. Úgyhogy szerintem erősödik nyilván a mezőny. Az, hogy ott ki milyen formában fog odaérkezni, ez egy teljesen másik kérdés, viszont szerintem most sűrűs erős mezőny van, ami nem baj, fel kell venni a versenyt, de tényleg nagy csodák lesznek akár egy középdöntőbe kerülésért, vagy egy döntőbe kerülésért. És mik lehetnek a célok? Én úgy érzem, hogy ebben a 81-ben még nagyon sok van, hiszen azért tényleg edzésből érkeztünk, technikailag szerintem nem volt a legjobb, úgyhogy ennél még tudok szerintem sokkal jobbat. Hogyha 70-en belülre kerülnénk, azért az nagyon jó lenne, és ha azt az olimpiám, hogy meg tudom futni, akkor ezzel akár esélyes egy döntő, de nyilván, amint mondtam, nagyon erős és nagyon sűrű mezőny van, én szeretnék azok közzé kerülni, akiknek reális esélye van a döntőbe kerülésre. Az, hogy ott mi lesz, ez meg nyilván az aznapi forma fogja majd eldönteni. Laci, bár neked bármiféle elvárás is van, ugye megvan a legfontosabb, megvan a szintidő, ott vagytok kint, nyilván ilyenkor megjöhet az étvágy. Az megvan, de én azt szoktam mondani, hogy fussunk egy egyénit, legyünk magunkkal nagyon megelégedve, és én bízok benne, hogy az jó lesz. Mondjuk ez így egy viszonylag reális hozzáállás. Így egyébként az, hogy ugye nagyon messze van nyilván a más időzónák, nem tudom, Luca, például te hogy szoktál reagálni erre a jetlagre, ugye az időeltolódásra. Van-e valami speciális, amit emiatt be kell építeni a felkészülésbe, hogy azért egy 6-8 óra különbség a Magyarország időhöz képest azért lesz? Én felkészülésben szerintem nem nagyon lesz annyi, hogy előtte egy-két héttel talán kimegyünk egy ilyen akklimatizációs edzőtáborba, valahova Japánba, pontosan én nem tudom, hogy hova, és igazából ott leszünk majdnem végig a verseny, egy pár nappal tervezünk átmenni a faluba. Nyilván reggeli futások is vannak, meg esti futások is, úgyhogy nem nagyon lehet úgy készülni, hogy mondjuk csak reggel edzünk, csak este, mert eléggé furcsa időrend van. Tehát 3 napra szét van szedve a 3 futás, egyik nap reggel van, másnap este van, 3 nap megint reggel, úgyhogy nem nagyon lehet így készülni, hogy külön reggeli vagy estire. Csináljuk a dolgunkat, mindenkinek reggel lesz, meg este lesz, úgyhogy meg kell oldani. Összességében itt a magyar atlétika társadalomban milyen visszhangja volt ennek? Ugye tudjuk, hogy Luca már azért nagyon kapargatta a felszínt tavaly is, hát sőt, és ugye az első atléta olimpikonok között van, akik kijutottak Tokióba. Mindenki elvárta, hogy teljesítsük ezt a szintet, tehát ez megvolt, de az, hogy milyen visszhangja van, hát én azt vettem észre, legalábbis a kollégákon, szakembereken, hogy nagyon-nagyon örültek neki, hiszen ha egy sprinter ki tud jutni azért az olimpiára, és ráadásul úgy, hogy egyeneságon szinttel, azért már önmagában egy nagy teljesítmény. Aztán azt, hogy a szakemberek több mindent jósolnak, én ezzel nem nagyon szoktam foglalkozni, illetve nem szoktam véleményezni. Én nekem a magán véleményem az, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy jól szerepeljünk, és hogy örömet szerezzünk mindenkinek. Luca, számodra azért ugye szerencsére jó néhány éve ismerjük egymást, és mindig ez volt valahogy a távlati cél, és hát most itt vagy a kapujában. Igen, nyilván azért szemes sportnak az olimpia ugye a legfőbb cél, viszont így én még nem érzem azt, hogy úristen, ez egy olimpia lenne, ugyanúgy készülök, mint mondjuk egy világbajnokságra, vagy Európa-bajnokságra, és én nem is akarom azt, hogy ez egy ilyen külön teher legyen rajtam. Nyilván nagyon várom, és kicsit sajnálom, hogy koronavírus miatt nem egy ilyen normális olimpia lesz az első olimpiám, hanem egy kicsit ilyen rendhagyó és kicsit más nézők nélkül lesz, de remélem, hogy ettől függetlenül nagyon fogom élvezni és nagyon jól fogok teljesíteni.
Hát bízunk benne, hogy így legyen, és hát jó munkát a következő másfél-két hónapra is. Reméljük, hogy találkozunk majd még akár előtte, és utána meg aztán egy jót beszélgethetünk, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek ma itt hozzánk. Mi is köszönjük. Kedves nézőnk, ennyi volt már a Hajrá. Várom Önöket a következő héten is, a viszontlátásra.